nincs igazság a Földön. Ez mindenképpen egy ilyen filozófiai dolog, az igazság. Most ezzel a szenvedés-nem szenvedés dologgal összefüggésben is kell ennek így lennie. Mit mond? Mondanak-e valamit erről a védák? Hogy egyáltalán felmerül ez a kérdés abból a szemszögből, hogy ez igazságtalan, hogy annak a sok állatnak meg kell halnia, vagy nagyon sok embernek kell úgy meghalnia, hogy nem értjük, hogy miért akkor, miért pont úgy. Ezek mindig a legsúlyosabb kérdések voltak szerintem. Ez valóban nagyon súlyos kérdés, és természetesen ennek az ősi irodalomnak is tárgya, és azt hiszem, hogy vagy tudatosan, vagy tudat alatt mindannyiunkat foglalkoztat, engem személyesen is mindig izgatott ez, mert hát igen, erre hegyeződik ki a kérdés, hogy igazságos ez a világ, vagy nem igazságos. És ez úgy rávetül még Istenre is, ez a kérdés sokszor, mert amikor az emberek rossz dolgokat tapasztalnak, vagy ami úgy látszólag igazságtalan, akkor az ember hajlamos arra, hogy akkor hibáztatja Istent, hogy miért hoz létre egy ilyen világot. Tehát ez egy nagyon kínzó kérdés, azt kell, hogy mondjam, és végig kíséri az emberiséget a léte folyamán. A védikus írások számomra nagyon lelkesítő módon azt mondják, hogy a világ igazságos. De kérdezzük, hogy akkor ez hogy lehet, hogy annyi rossz dolgot látunk, ugye, hogyha csak emberi léptékek szintjén nézzük, ugye akkor látunk embereket, akikről tudjuk, hogy helytelenül élnek, etikátlanok, rosszul bánnak másokkal, és mondjuk anyagi értelemben mégis kényelmesen élnek, vagy sokáig kényelmesen élnek. Látunk másokat, akikről úgy tartjuk, hogy jó emberek, és mégis sorscsapások érik őket, és ez úgy összeszorítja az ember szívét, hogy hol itt a rend az egészben. A védikus irodalom azt mondja, hogy amikor rövid távon nézzük a világot, akkor valóban az igazságtalannak tűnik. De hogyha egy tágabb perspektívából nézzük, úgy látjuk, akkor a dolgok kiegyenlítődnek, és mindennek kiderül, hogy van egy előzménye, és mindennek van következménye. De ehhez az indiai felfogás elengedhetetlennek tartja a lélekvándorlás gondolatának a behozatalát a képbe. Tehát itt tulajdonképpen így igazolódnak a dolgok, hogy amik jelenleg történnek valakivel jó vagy rossz dolgok, ezek nem csak a közvetlen, röviddel ezelőtt elkövetett tetteinek az eredményei, hanem jóval távoli, előző életbeli, vagy sok élettel ezelőtti tetteinek a gyümölcsei, amilyen kifejezést használ a védikus irodalom. És ezért néz ki úgy, hogy igen, most nem látjuk, hogy az illető ezt a jó dolgot érdemelte volna, vagy ezt a rossz dolgot érdemelte volna, de a védikus irodalom ezt a bölcs látásmódot javasolja, hogy fogadjuk el, vagy lássuk úgy, hogy de valamikor ő ezt kiérdemelte. A védák szerint a múltbeli tetteink nagyon sok mindent befolyásolnak, nem mondom, hogy mindent determinálnak, és hogy csak a múlt tetteink döntenének el mindent, de hogy hol születünk, kik a szüleink, milyenféle tehetségekkel, vagy éppen tehetségtelenségekkel születünk, ez is mind-mind egy következmény annak, hogy a múltban mit tettünk, vagy a nagy sors események, amik az életünkben történnek, ezek olyan dolgok, amit valamikor a múltban alapoztunk meg. De a eszemlélet szerint, hogy mint lelkek egy másikféle testben voltunk, de mivel ugyanazok a személyek voltunk valójában, akkor a tetteinknek a következményeit hozzuk magunkkal, és úgy találkozunk vele. És hogyha így fölül tudnánk emelkedni az időn, és azon a korláton, hogy egy életen belül szemléljük a dolgokat, akkor egy ilyen csodálatos, igazságos kép tárulna elénk, ahol mondjuk, ó igen, ennek is volt oka, ennek is volt oka, valóban ez így összeáll a kép. És számomra ez azért is lelkesítő, mert ugye az én személyes életemben ez úgy vetődött fel ez a kérdés, hogy érdemes-e jónak lenni. Mert hát én úgy alapvetően mindig azt gondoltam, hogy jobb, ha az ember jó, ha erkölcsös, kedves másokkal, segítőkész, szeretetteljes, és a többi, és hogy jó ebbe az irányba törekedni. De nagyon gyakran azt látjuk, hogy a világ ezt nem viszonozza. Vagy nem jól viszonozza.
Szóval, hogy a jó dolgok nem lelnek viszonzással. Ugye? És a jó embert sokszor mondják, hogy ez a tapasztalat, hogy eltiporják, és a korszellem, ugye ez egyféle ilyen kapitalista gondolat, hogy csak küzdj, harcolj, győzd le másokat, ne hagyd magad, ugye, és hogyha túlságosan érzelmes vagy szentimentális, akkor csak kihasználják, kihasználnak, legyél te az erősebb. És bennem ez egy ilyen nagy vívódás volt, hogy akkor most melyik irányba kell nekem indulnom, akkor most legyek, próbáljak rezzenéstelen arcú törtető menedzser lenni, aki... Nem is igen, hiszem, hogy ezt az ember át tudja állítani magában, racionális megfontolás alapján. Igen, de mégis... Bár, ugye volt ilyen, hogy elhatároztam, hogy gazember leszek. Mint kétség mindenképpen felmerül, hogy én most jó úton járok-e ezzel a szeretetközpontú felfogással. És amikor ezzel a karma filozófiával találkoztam, engem személy szerint nagyon megnyugtatott. Mert ez azt üzeni, hogy érdemes jónak lenni. Lehet, hogy rövid távon nem igazolódik, rövid távon nem tapasztaljuk, és ez néha lelomboz. Ugye, jó voltam, de nem kaptam vissza, vagy ráadásul még ilyen és ilyen megpróbáltatásért, jó, akkor én is bekeményítek. Szóval azért vannak ilyen reakciók, amikor az emberek így döntenek. Bár, bocsáss meg, hogy beszólok azt, hogy jó voltam, és nem kaptam reagálást. Hát igen, biztos, hogy jól esik, ha az ember kap valami reagálást, de nem úgy van, hogy az ember azért jó, mert hogy mondjam, a belső parancsai viszik ebbe az irányba, nem pedig ilyen üzleti alapon, hogy akkor majd a másik is jó lesz hozzám. Hát, aki olyan szent, mint te, nem, képes minden körülmények közt így jó maradni, de amikor az ember ezt nem tapasztalja, ezt a viszonzást, szóval hajlamos az ember átbillenni, hogy akkor felveszi azt az attitűdöt, ami a környezetében van. Szóval az egész világ így működik körülöttünk, hogy rossz dolgok jobban terjednek, mint a jók. Ugye azt mondják, hogy amikor valaki hall egy rossz hírt, akkor azt 8 embernek mondja. Amikor valami jó hírt hall, az csak egynek. Ez a kommunikációs törvény. Szóval ez is úgy van, hogy ezek a frocklizások, ugye, hogyha engem bántanak, ugye kihasználnak a munkahelyemen és lenyomnak, ugye akkor, amikor én főnök leszek, amikor ezt tapasztaltam, vagy van valaki beosztottam, akkor lehet, hogy úgy élem meg, hogy most akkor itt a lehetőség, hogy visszaadjam. Ugye? Szóval ezek a tendenciák ott vannak az embernek a szíve mélyén. És a védikus irodalom ezt úgy elfújja, azt mondja, hogy ne üljünk fel ezeknek a késztetéseknek, a rossz késztetéseknek, és ne akarjuk így viszonozni a rosszat, mert értsük meg, hogy minden rossz, amit valaki elkövet, vissza fog arra az illetőre hatni. Nem kell nekünk bosszút állni semmiért, és nem is kívánjuk neki, hogy úgy legyen, de a világnak a törvénye az, hogy semmi nem felejtődik el, semmi nem marad következmények nélkül, és ezért inkább ügyeljünk arra, hogy mi magunk maradjunk meg minél jobban az etikusságnak a határain belül, a jó szándék mozgasson, a könyörületesség, az igazmondásra való törekvés, és ezzel nem veszítünk. Ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, ami a védikus. Szóval igazad betörik a fejed, régeségi közmondás. Igen, bizonyos szituációkban lehet, hogy igaz, de hosszú távon a védikus irodalom mégiscsak azt mondja, hogy tartsuk magunkat az igazsághoz, tartsuk magunkat az etikus cselekvéshez, és hosszú távon ez ki fog fizetődni. Csak ki kell tartani. Nem azt jelenti, hogy az embernek teljesen mújának kell lenni. Elmondhatom.